kiállításunk a C-pontba, ez már a hatodik. A Due Art műhely Gondolatok a tájban című kiállítását nyitja meg Moder Rezső, Munkácsi díjas képzőművész, a Dunaújvárosi Egyetem C épületének földszintjén. A tárlat 1-től 1-ig a művész műhely tagjainak munkáját dicséri, akik, mint mondták, egy-egy kép alkotásakor teljesen hétköznapinak tűnő dolgok ihletik meg őket. Természetképeket, meg így épületeket, városrészeket például. Baján van a Sugovica part, meg a város épületek. Szóval ilyen hasonló témába. Lehet ez egy dal, egy vers, egy táj, szinte bármi. A tagok közül van, aki csak és kizárólag graffitot használ műveinek elkészítéséhez, de mindemellett a tárlaton találkozhatunk olajfestményekkel, vagy pasztelkrétával kidolgozott képekkel is. Elsősorban a grafikához kötődöm, emellett természetesen szeretem a színeket is, de számomra még mindig az egyik legszínesebb szín a szürke. A tárlat iránt érdeklődők közül volt, aki azért jött el, mert úgy véli, a világnak szüksége van a művészetre. A világ nem csak műszaki területből áll, meg nem csak gazdaságtanból áll, hanem művészetből, emberből, meg hát gondolatokból. Olyan gondolatokból, ami egy műszaki embernek nem jut az eszébe. Moder Rezső, a művészműhely vezetője elmondta, a kiállítás címét egy-egy a városban a tagokkal tett közös kirándulás séta ihlette. Ugye, amikor az ember megy, sétál, úgy vagyunk a mi is, hogy sétáltunk a tájba többször már szervezetten, meghívtam a csapatot a szabadtéri sétálásra, festése, rajzolása, meg a kocsmában is rajzoltunk, hogy akkor olyankor hát mi zajlik le, van akkor az emberben. A kiállítás egészen augusztus 28-áig tekinthető meg az Egyetem C épületének földszintjén. Szürrealista.